az életvitelszerűen utcán lakó hajléktalanokat, akiket szabálysértésért megbüntetnek, ide hozzák be, és itt állítsák elő őket. Én nem ismerem, hogy börtönszálló. Mi így neveztük el. Országosan olyan 60-70 emberről tudunk körülbelül, akik ellen már eljárás van. Ez véget. Itt raktátok össze ezt a keretet most? Uh-huh. Igen, ilyen lantánított lécekből. Szóljatok léci a kezdettől büntiben levőknek, félretolt asztalnál műanyagtányérból evőknek, naponta 100-szor a közkútra kiáró korsónak, szóljatok léci az orrotok alátolt borsónak, Adinak, Mixátnak, Móricnak is, meg a rokonoknak. Az országban minden megyében külön járási hivatalt létesítettek arra, hogy 24 órában, hétvégén, ünnepnap és éjszaka is elő tudják állítani a hajléktalan embereket az erre a feladatra külön kivezényelt rendőrök. Magyarországon 262 millió forintot fordítanak arra, hogy ilyen előállító helyiségeket hozzanak létre Magyarországon. Homlokodon láthatatlan szégyen bélyeg éget. Bűnöd az, hogy ártatlan vagy, s nincs ki szóljon érted. Sebed üres, újadság, a szíved körül kérek. Állítólag mellette lesz majd egy 4 emeletes hajléktalan szálló, amit a Ilyen Tisztelt Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fog üzemeltetni. Ebben a szállóban állítólag szociális munkások dolgoznak. Most mink úgy vagyunk vele, hogy szociális munkával nem összeegyeztethető, hogyha ilyen börtön végrehajtási munkákat is végeznek. A szociális munkás az nem azért van, hogy mint fegyőrt játsza. Zárta helyet, lakás, lakhatás. És most ennek a hosszú, szomorú történetnek a legeslegvégén, ezekben az utolsó utáni percekben is képesek vagyunk-e megőrizni a felháborodásunkat? Hogy változatlanul képesek vagyunk-e kimondani, hogy a botrány, az igazságtalanság, és ami tartatatlan, az tartatatlan. Még akkor is, ha közben minden és mindenki azt próbálja elhitetni velünk, hogy ez a világ rendje. Véget ér a kávária, felszárad a tenger. Együtt maradt szeretetben ez a tengerember. Véget ér a kávária, felszárad a tenger. S együtt maradt szeretetben ez a tengerember. És mi szokott történni azokkal, akik nem akarnak a szállóra menni, de itt megbüntetik őket? Hát általában a közmunkára, tehát ingyen munkára dolgát nem tudja intézni, addig, ameddig a büntetését le nem dolgozza Budapest Fővárosi Önkormányzatának. Tehát magyarul mondva, sehova nem tud lépni, benne van egy mókuskerékbe, ami büntetés fog szülni. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom. 20 esztendőm eladom. Követeljük a hajléktalan emberek büntető, kitiltó, megalázó rendeletek visszavonását, a törvényi szabályozás eltörlését. Azért vagyunk ma itt, mert követeljük a nyílt párbeszédet, az érintettek, a civil szervezetek és a szakemberek bevonását a lakhatási válság megoldására. Fapadosan fapadom, ha a szemem becsukom, arcom rajtas utazom, túl a város majoron. Kitárul a nagy világ, nekem nyílik 100 virág, álmom ringat, repülök, szélhoz éjek, ügyök.